Sziasztok! Nézzünk bele a kártyákba, mit üzennek neked, ha most egy szerelmi témád van, vagy szeretnél a szerelmedről valamit többet tudni, akkor most pontosan jó helyt vagy. Koncentráld magadat, vagy koncentrálj arra az egyénre, akit te szeretsz, aki az életedben egy nagyon nagy szerepet játszik, a nagy őre. Koncentrálj, mit kell, hogy tudjatok. Hű, hát azt kell, hogy tudjátok, hogy most csend van. Fung stille, az azt jelenti, hogy csend van itt közöttetek. Lehet, hogy a tél óta már itten teljesen lecsendesedett, nem elérhető, stb. Vagy lehet, hogy már ősz óta itt van tél, vagy ősz óta nincsen kapcsolatotok egymással. Arról szól az egész, hogy ő neki szerelmi bánata van, lehet, hogy ez játszik egy szerepet, és ezt el kell tényleg, hogy érje, azt kell, hogy elérje, szóval tényleg, hogy ezeket az érzéseket, hogyha úgy érzi, hogy olyan leterhelt, úgy gondolom, szóval arról szól az egész, hogy a hibákat, hogy felismerje, úgy gondolom, és én úgy gondolom, az is játszik még egy szerepet, hogy hát lehet, hogy elég ilyen kazanovaként jött az életedben, és azt mondta, hogy igen, csak affért akar, vagy valami ilyes valamit, és akkor azt mondta, hogy hát, nincs ő neki érdeke, de lehet, hogy ilyen egyén volt, hogy lehet, hogy itten többet cigizett is, vagy valami függősége van, ez játszhat itt egy szerepet, úgy gondolom. Ez játszhat itt egy jó nagy szerepet, úgy gondolom. És azt is látom itten valójában, hogy ő nem hitt ennek az egésznek, és én szerintem elég manipulatív, és egy állarcot hordott magába. De valójában miért csinálta ezt? Mert elég kényelmes ez az ember, és hát elengedte magát, és nincsen neki, hogy teljesen elengedte magát, én úgy gondolom, hogy hát igen, olyan, én se tudom. Teljesen le volt, szerintem ő le volt terhelve. Na most legyünk őszintén, ő le volt terhelve ezzel a helyzettel. És mivel, hogy ő nem tud veled együtt lenni most per pillanat, most vagy az ősz, vagy a tél óta, ő teljesen ki van készülve, és már nem is hisz, vagy nem is tudja, vagy nem hisz ebbe az egészbe, vagy játszik veled, vagy egy állarcot hord, vagy ilyesmi. Ez játszhat itt egy szerepet. Szóval, arról szól az egész, hogy nem tudja ezt az egészet ellenőrizni, hogy teljesen ki van készülve, ennyi, és lehet, hogy lelépett. Kívülről pedig neked egészen mást mondott el. És most teljesen belefutott, vagy belerohant teljesen a karrierbe, hogy dolgozik, meg mit tudom én, dolgozik, és lehet, hogy azért hagyott el tégedet, elhagyott, és azt mondta, hogy igen, most nem ér rá, mit tudom én, másra összpontosít, így úgy amúgy, ez most ő, de teljesen elfoglalta. Valójában arról szól az egész, hogy ő elég határozatlan, és ez a határozatlanság játszik itten egy szerepet, ebben is biztos vagyok, és a múlttal kapcsolatos ez a sztori. Szóval az, hogy vannak nektek közös emlékeitek, közös fotótok, biztos vagyok, de ő hátat fordított-e neked. Szóval lehet, hogy blokkolt téged, vagy nem reagál, vagy nem figyel rád. Lehet azért, mert bizonytalan. Szóval ő teljesen bizonytalan, hogy felvennéd a telefont, ha felhívna. Fél tényleg, hogy visszautasítod. Lehet ez játszja a főszerepet. Szerintem igen. De arról is szól az egész, hogy valami nyáron is történhetett már, most vagy lehet, hogy ti egy nyáron ismerkedtetek meg, vagy nyáron közeledtetek egymáshoz. Az játszhat egy szerepet. De szerintem nagyon mélyek az érzések. A víz az mindig azt szimbolizálja, hogy jó nagy érzései vannak irántad. Ebben is biztos vagyok, hogy jó nagy érzései vannak irántad. És én úgy gondolom, hogy ez játszik itten egy jó nagy szerepet. Szóval, ha érzései vannak, akkor ez nagy szerepet játszik.
mert hogyha ő szerelmes te beléd, akkor tudod, hogy ez játszik egy szerepet, igen. És én azt látom itten valójában, hogy arról szól az egész, hogy bocsánatot szeretne tőled kérni, és ezért, hogy ő te tőled bocsánatot szeretne kérni, úgy gondolom, hogy át fogja ugorni az árnyékát. Én úgy gondolom, hogy itten a kémia nagyon megy. Intenzív gondolatok mind a két oldalról. Mágneses vonzalmak vannak itt, amik itt létrejönnek. Szóval, hogy ez nem véletlen, itt nagyon erősek az energiák, úgy gondolom, és arról szól az egész, hogy a házasságról szól az egész, szerintem, hogy házasságról, meg szerintem arról is, a szerelemről is szól ez az egész, hogy hát, hogy áll hozzád, hogy mit érez irántad, szóval szerintem szerelmes ez az ember beléd, és át fogja lépni eztet a határt. Na most nézzük bele, hogy mit is üzennek a kártyák, hát azt mondják, hogy a te kívánságod már megérkezett, vagy a te segítség kérésed, majd az angyalok meghallgatnak és segítenek te neked. Hát szerintem át fogja lépni eztet a hidat, és közeledni fog feléd, és hogyha így van, akkor hallgasd meg, vagy hallgass a megérzésedre, hogyha szeretnél egy egyéni kirakást, vagy egy egyéni elemzést, nagyon szívesen, én szintén segítelek az egyéni fejlődésben, coachinggal jelentkezzetek. Köszönjük, hogy itt vagytok, nézzétek meg az élő bejelentkezést is. Puszi nektek, sziasztok, sziasztok!